Nos, mi ezt játéknak hívjuk, de rendkívüli kéz- és szemkoordináció kell ahhoz, hogy valaki az első osztályban játszhasson. Tudják miért? Az első osztályban a baseball labdának csupán 4/10 másodpercre van ahhoz szüksége, hogy az ütőhöz érje. Lendítés és ütőhiba. Ezt a labdát megütni a legnehezebb feladat a sportban. De a Milwaukee Brewer csapat sztárjának, Corey Hartnak ez a munkája, emiatt még nagyobb a tét az életében. A Milwaukee Brewers Corey Hartja egyike volt a baseball ígéretes tehetségeinek. Hamar rájött, hogy az első osztályban játszani nehezebb, mint gondolta. Az, hogy az ember jó játékos-e vagy sem, az attól függ, hogy hogyan kezeli a dolgokat. A nagy csapatokban sokkal inkább azon múlik a siker, hogy a játékon kívüli többi dolgot hogyan tudjuk kezelni. A Brewers 2 nappal érettségije után igazolta le Coreyt. Elköltözött otthonról, hogy újoncként a Brewers alcsapatában, az Ogden Raptorsnál játszon. Itt pedig rászokott néhány új dologra. Sok drogot és alkoholt is kipróbáltam, és olyan voltam, mint a többiek, népszerű sportolók, akik sok mindent csak a figyelemfelkeltés miatt csináltak. Nem igazán foglalkoztam a következményekkel. Részegrandalírozás miatt 2-szer letartóztatták, miközben az Ogdennél játszott. Közel volt ahhoz, hogy kizárják a csapatból. 2-szer kaptak el. Még egy húzásom volt, és mehettem volna. Ez mindenképpen felébesztett. De Corey nem hagyta abba az ivást és a kábítószerezést, csak sokkal óvatosabb lett. Az elkövetkező 3 évben olyan jól játszott, hogy egyre feljebb került a Brewers ranglétráján. Ahhoz, hogy megvalósuljon karrierálma, Corey az igazán átütő sikert a Nashville-i Greer AAA stadionban érte el. Mielőtt elért volna a csúcsra, férj és apa lett belőle. Első osztályú ütőjátékosként úgy tűnt, megállíthatatlanul robog a boldogság felé. Azonban ehelyett a dolgok először rosszabbra fordultak. Minél több a pénz, minél több a rivalda fény, annál nehezebb. Egyre inkább elnyelt a baseball világa. Az első osztályú játékosok életvitele egyre nagyobb akadályt jelentett, ahogy Corey egyre sikeresebb lett. A 2-szeres bajnok bejutott a döntőbe a 2010-es Home Run Derbyben, és biztos helye volt a Brewer soraiban. Ahogy egyre híresebb lett, az egoizmusa is nőtt. Annyira sztár akartam lenni. Egy bálvány, egy menő srác, meg ilyenek. A személyiségem összeomlott. Mindez azért, mert a hírnevem fontosabb volt, mint a jellemem. Elnyelt a nagyra vágyás. Ki volt fáradva, minden csak az ő teljesítményéről szólt. Már azon a ponton voltam, hogy tényleg feladom. És úgy éreztem, hogy elérkezett az idő, hogy véget vessek ennek. Az önzés, az arrogancia és a prioritásaim teljesen romokban hevertek. Kívülről úgy nézett ki, hogy egy magabiztos srác vagyok, akire mindenki számíthat. De belül szorongtam. Elhanyagolta a házasságát és a feleségét, Krisztinát. A feszültség egyre nőtt, és a 4 gyermekes családjuk szenvedett. Látjuk, hogy a házasság tönkre megy olyan pici dolgok miatt, amiken könnyen lehetne változtatni. De a férfiak sokszor elszúrják, és én is ilyen voltam. Akkoriban a legnagyobb lánya Alyssa keresztény iskolába járt. Így történt, hogy a 4. kislány az édesapjához sorsfordító kérdést intézett. Egy egyszerű igeversről kérdezett. Figyelj, apu, mit jelent az a János 3.30-ban, hogy annak növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom? Azt kérdeztem, mit jelent. Mondtam, hogy nem tudom. De ekkor rájöttem, hogy át kell adnom az életemet Istennek. Kereste a választ Alyssa kérdésére, és saját maga számára is. Olvasta az igét, elkezdett gyülekezetbe járni, és bibliaórákon vett részt. Nem tudtam betelni vele. Isten szólt hozzám, minden szava az életemre utalt, és arra sarkal, hogy még többet akarjak. Már máshogy tekintett az életére. Megváltoztak a prioritásai. Gondoskodni kezdett a feleségéről és a gyerekekről. A 2011-es szezon sérüléssel kezdte, és a visszatérését követő hónap küzdelmekkel telt. Az egyik hazai meccs előtt Corey azért imádkozott, hogy Istentől megerősítést kapjon a Jézushoz való elkötelezettségét illetően. Majd tette a dolgát. Mondtam Istennek, hogy tudod, hogy letettem az életemet. Ha kereszténynek kell lennem, ha így kell élnem, akkor kész vagyok megharcolni mindazt, amit szeretnél. Viszont kérlek, mondd meg, hogy jó úton haladok-e.
Nem arra kérlek, hogy hazafutást üssek, csak abban szeretnék biztos lenni, hogy az-e a dolgom, hogy Jézus követője legyek. Odaálltam az ütéshez, és éreztem, hogy valaki támogat. A dobó dobott, én pedig váratlanul ütöttem egy hazafutást. Jött a következő ütés. Szintén hazafutás. Csak néztem, hogy mi folyik itt. Mellettem áll az Úr. Következő ütés, hazafutás. Világosabban szólt, mint azt valaha el tudtam volna képzelni. Corey élete teljesen megváltozott. Minden nap hitből él. Növekedett az Úrban, érettebb lett. A házassága is, a családja helyreállt. Jézus megszabadított a magánytól. A családom, a feleségem, a gyerekek, ők jelentenek mindent, és elmondhatom, hogy Jézus nélkül mindent elveszítettem volna. Az ember azt gondolná, hogy a házassága véget ért, befellegzett. Aztán egy szempillantás alatt Jézus helyreállítja. Amikor megértettük, hogy ő az abszolút első, a házasságunk új szintre emelkedett. A mezén lévő név és számjegy arra emlékeztet, hogy mi áll a szívében az első helyen, miközben a kedvenc sportját űzi. Mindenki hallott már Jézus Krisztusról, de tényleg tudják, hogy ki ő? Korábban számomra csak egy ember volt, akit keresztre feszítettek. Azt nem tudtam, miért függött ott. Felfoghatatlan volt, hogy valaki képes volt szenvedni és meghalni azért, mert szeretett minket. Ha megértjük ezt a szeretetet, akkor tudjuk meg, hogy ki ő valójában.